Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves kollégák! Mindenek előtt szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy lehetőséget adnak arra, hogy a magyar közoktatás néhány problémájáról beszéljek, illetve felvázoljam a megoldás néhány lehetőségét is. Amikor megkaptam ezt a felkérést, ez arra szólt alapvetően, hogy mutassam be a PISA 2012-es vizsgálat eredményeit. Azonban, mint azt majd látni fogják, ez nem egy vidám történet, és semmiképpen sem szeretném úgy befejezni az előadásomat, hogy szétteszünk a kezünket, hogy akkor most ez van, nem tudunk mit tenni, hanem épp azt szeretném megmutatni, hogy valóban nagyon súlyosak a problémák, de az, hogy átérezzük a problémák súlyát, az csak arra motiválhat bennünket, hogy tegyünk valamit és próbáljuk keresni a megoldást. A mai konferencia központi témája a tudás, a tanulás, és itt szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy egy rendszer, benne a közoktatási rendszer, a benne levő meglevő tudása úgy működik, ahogy működik. Ha ezt a rendszert meg akarjuk változtatni, akkor új tudást kell bevinnünk, új tudást kell bepumpálnunk a rendszerbe. Annak, hogy új tudást vigyünk be a rendszerbe, millió módja van. Nagyon örülök, hogy az előttem zajlott előadás, az éppen bemutatta azt, hogy hogyan, miképpen lehet a tudást bevinni ebbe a rendszerbe. Én inkább most arra szeretném majd az én előadásomban fölhívni a figyelmet, illetve azt bemutatni, hogy egy egyetemi kutatócsoport miképpen tudja ugyancsak a maga módján segíteni a tudás transfer, azaz miképpen lehet új tudást bevinni a rendszerbe. Tehát először bemutatom a magyar tanulók eredményeit nemzetközi kontextusban, és az előadásom második részében pedig egy korábbi munkánkból, illetve egy mostani munkánkból szeretnék bemutatni két egészen különböző lehetőséget arra, hogy miképpen lehet új tudást bevinni a rendszerbe és változtatni a helyzeten. Lényegében nagyon röviden össze lehet foglalni mindazt, amit a nemzetközi eredmények tanulságairól mondani tudunk. A PISA 2012-es vizsgálat eredményei több mint 2000 oldalas kötetekben láttak napvilágot. 5 kötet jelent már meg a vizsgálat eredményeiből. Ha most ezt röviden be kellene mutatnom, illetve az összes nemzetközi vizsgálat eredményét szeretném összefoglalni, akkor azt lehetne mondani, hogy a tanulóink eredményei hosszú ideje folyamatosan romlanak, a különböző nemzetközi és hazai vizsgálatok egyaránt ezt jelzik. Szövegértésben ma minden ötödik tanuló funkcionális analfabéta, matematikában minden harmadik tanuló tudása olyan gyenge, hogy az bármi gyakorlati célra használhatatlan, és a számítógépes területen pedig minden területen, bárhova nézünk, minden területen nagyon gyengék az eredmények. Hát nézzük meg ezt egy picit részletesebben. Magyarország két nagy nemzetközi vizsgálat sorozatban vesz részt, az egyik a TIMSS vizsgálat sorozat. Két különböző életkorban méri a TIMSS az eredményeket, a 8. vizsgálat van közelebb a PISA-hoz. Itt azt látjuk, hogy 99 óta folyamatosan romlanak az eredmények, itt természettudomány, ami a felső zöld vonal, és a matematika, ami az alsó kék vonal, ez a két terület szerepel a TIMSS vizsgálataiban, és azt látjuk, hogy mind a két területen 99 óta romlanak az eredmények, matematikából gyorsabban vagy súlyosabban, mint természettudományból, de ha átfogjuk ezt a 16 éves időbeli perspektívát, azt látjuk, hogy rosszabbak 2011-ben az eredmények, mint voltak 1995-ben. Ha a PISA eredményeket hasonlóképpen időbeli kontextusba helyezzük, akkor hasonló a kép, itt egy kicsit később jelenik meg a tendenciós romlás. 2000 és 2006 között mind a három terület nagyjából stagnált, 2006-ban egy kicsit emelkedett az olvasás 2006 és 2009 között, majd 2009-től mind a három területen ugyancsak ezt a negatív tendenciát látjuk. Az, hogy 2006 és 2009 között javultak az olvasás eredmények, az egy nagyon pozitív színfolt, ugyanis ha megnézzük, hogy mi ellenek a hátterében, akkor látjuk azt, hogy ha koncentráltan egy-egy területre odafigyelünk, akkor az eredményeket lehet javítani. Itt is érvényes azonban az a tendencia, hogy 2012-ben minden területen gyengébbek az eredmények, mint voltak 2000-ben. Tehát 12 éves perspektíváról van szó, és ezek a problémák, ezek nagyon látványosan jelentkeznek. A következő 5 ábrán hasonló szerkezetben, nemzetközi kontextusban, a résztvevő országok kontextusában mutatnám be a magyar eredményeket. Sokféle módon lehet ezeket a táblázatokat, rangsorokat bemutatni. Én most azt az ábrázolási módot választottam, ahol a PISA eredmények 6 teljesítmény kategóriája szerint mutatják be az egyes országokban a teljesítményeloszlásokat.
A kettes, illetve a fölötti szint az a szint, ami már valamilyen használható tudást jelent, A kettes alatti szint pedig az, amit az alapvonal alatti szürke sáv mutat, azoknak a gyerekeknek az arányát mutatja az egyes országokban, akik kettes alatti szintet értek el. Csak megjelölni Magyarország helyét ebben a nemzetközi palettában. 34 OECD ország és 31 további úgynevezett partner ország vett részt ebben a vizsgálatban. És azt látjuk, hogy Magyarország szövegértésben az OECD vagy a fejlett országoknak valahol az utolsó harmadában helyezkedik el. Ha megnézik, hogy hogyan változik itt ez a teljesítmény sor, akkor azt látják, hogy van egy lassú, egyenletes csökkenés, az országok között majd egy hirtelen törés. Nagyjából ez a töréspont ez a fejlett és a fejletlen világnak a határát jelenti. Szövegértésből még egy kicsit inkább a fejlett oldalon vagyunk. Azonban, ha ugyanezt megnézzük matematikából, ott már ezen a törésponton vagyunk, és ha így folytatódnak ezek a tendenciák, ahogy láttuk a korábbiakban, akkor átcsúszunk a fejletlen világba, ahonnan visszakapaszkodni még egyszer nagyon nehéz lesz. A természettudomány helyzete viszonylag jobb, itt is valahol a fejlett világ utolsó harmadában helyezkednek el az eredmények. Nagyobb problémákat látunk, ha a számítógépes felmérések eredményeit veszük szemügyre. A PISA 2015-től már csak számítógéppel fogja a felméréseit elvégezni, ezért 2012-ben az önként jelentkező országokban, mind papír alapon, mind pedig számítógéppel elvégezték a méréseket. Erre azért is szükség volt, mert így elegendő olyan ország van, ahol mind a kétféle módon rendelkezésre állnak az eredmények, és így össze lehet kapcsolni, össze lehet hasonlítani a kétféle médiumon elvégzett teszteket, és a trendvonalakat, amelyek későbbiekben majd a számítógépes mérések eredményeit tükrözik, össze lehet kapcsolni. Hát azt látjuk, hogy a résztvevő országok közül már Magyarország tényleg a lista végén volt, alig néhány országban mögöttünk, ilyen vagy Kolumbia, Brazília, Chile, Arab Emírségek és hasonlók. Ha a számítógépes matematika mérést nézzük, szövegértésből pedig már csak három ország maradt mögöttünk, Brazília, Arab Emírségek és Kolumbia. Tehát nagyon-nagyon problematikus a helyzet, ha a számítógépes méréseket nézzük, és ez egy kicsit előrevetíti azt a problémát is, hogy mi lesz, ha 2015-ben már csak számítógépes mérésben kell, ami tanulóinknak helyet állni. Ha most csak arra a gyengén teljesítő hányadra koncentrálunk, amit az előbb a vonal alatt láttunk, akkor ezt most külön meg tudnám mutatni. Itt az olvasásból a második szint alatt teljesítők arányát látjuk százalékban az OECD országokban. Magyarországon ez az arány 19,7%. Összehasonlításként megmutatnám Lengyelországot, majd később még Lengyelországról fog egy kicsit beszélni, annak illusztrálásaként, hogy ha egy ország odafigyel a közoktatás fejlesztésére és szisztematikusan, koncentráltan beavatkozik, akkor ezeket az eredményeket lehet javítani. Lengyelországban a gyengébb teljesítők aránya körülbelül csak fele a miénknek. Ha ugyanezt a matematikára vetítjük ki, itt már nagyobbak a problémák, a gyerekeknek közel egy harmada teljesít a kettes alatti szinten, azaz rendelkezik használhatatlan matematika tudással. Itt azért is gond ez Magyarországon, mert látjuk azt, hogy 2003-ban még csak 23% volt, 5%-kal több lett a gyengébb teljesítők aránya 2003 és 2012 között, és a lengyel megfelelő adat megint csak nagyjából a fele a magyarnak. A 2012-es vizsgálat innovatív területe a dinamikus probléma megoldás volt. Minden PISA ciklusban van egy negyedik terület, ami mindig változik, ezt nevezik úgy, hogy innovatív terület. Ez 2012-ben a dinamikus probléma megoldás volt, ez egy számítógépes probléma megoldás szituáció volt. Itt, ha megint az országokat, a résztvevő országokat sorba rendezzük, akkor Magyarország a listának a rosszabbik, végén helyezkedik el, az 500 pontos nemzetközi átlaghoz képest Magyarország 459 pontot ért el, ami látjuk, hogy talán az utolsó negyedbe való elhelyezkedésünkre volt elegendő. Ha ugyanezt kivetítjük a nagyon gyengén teljesítők arányára, itt már még rosszabb a helyzet, 35% a gyerekeknek olyan szinten tudta csak a számítógépes problémákat megoldani, ami teljesen használhatatlan tudásnak számít. Érdemes itt is megemlíteni, hogy Lengyelország kicsit jobb volt, mint Magyarország.
Nagyon sokféleképpen lehet a PISA adatokat elemezni és bemutatni. A mai konferencia témájához választottam még egy ábrát, ami azt mutatja meg, hogy az egyes országok mennyire képesek arra, hogy a nagyon rossz társadalmi hátrányok, nagyon rossz társadalmi helyzetből kikerülő, tehát hátrányos helyzetű tanulók jól teljesítsenek. Magát ezt a fogalmat a PISA sajátos módon értelmezte, a rezilianciának, tehát egy ilyen rugalmasságnak, gyógyuló képességnek nevezi azt a képességet, hogy a gyerekek hátrányos helyzetből jönnek és jól teljesítenek. Egy nagyon egyszerűen kiszámítható mutatót rendelt ehhez. Osszuk négy csoportba, tehát 25-25-25 százalékra a gyerekeket társadalmi helyzetük szerint, és az alsó negyedet vegyük. És nézzük meg, hogy a társadalmi helyzet szerint alsó negyedből hány százalékuk kerül a felső negyedbe a teljesítmény szerint. Itt megint sorba lehet rakni az országokat. Azt látjuk, hogy azok az ázsiai országok, amelyek nagyon jók voltak általában is a PISA-teszteken, ebből a szempontból szintén kiemelkedőek, és Magyarországot oda tettem szintén egy nyíllal megjelölve. Látjuk, hogy itt aztán tényleg már a lista végén vagyunk, tehát Magyarországon a magyar oktatási rendszernek ez a képessége, hogy a társadalmi hátrányokat leküzdje, és a hátrányos helyzetű tanulókat kiemelje, és lehetőséghez juttassa, ez nagyon problematikus, tehát itt ezen a területen kellene beavatkozni, erre kellene koncentrálni. Lengyelország ebből a szempontból sokkal jobb helyzetben van, látjuk, hogy szintén a lista elején van. A nemzetközi eredményekből még egy nagyon aggasztó adatsort mutatnék be. Ha az országokra kiszámítjuk a változás pontszámát időben, akkor Magyarországon matematikából, mint láttuk, egy negatív tendenciát tudunk itt fölmutatni. Ez évenként mínusz 1,3 pontot jelent. Néhány nálunk gyengében teljesítő, de nagyon gyorsan haladó, nagyon gyorsan javuló országgal, ha összehasonlítunk Magyarországot, akkor azt látjuk, hogy ezek az országok nagyon hamar utolérnek bennünket. Ilyen országok, mint Kazasztán, Malajzia, Brazília, Törökország, Mexikó belátható időn belül utoléri a magyar tanulókat. Már most az iskolában vannak azok a török gyerekek, akik, ha minden így marad, és nem változtatunk a helyzeten, meg fogják előzni a magyar tanulókat. Várhatóan 2018-ban már jobban teljesítenek a török tanulók, ha nem javítunk a mi helyzetünkön. Brazília óriási ország, Malajzia óriási ország, Kazasztán szintén nagyobb, mint Magyarország. Ezek azok az országok, amelyek nagy fenyegetést jelentenek mindannyiunkra, nem csak Magyarországra, hanem Európában. Több országra általában, hiszen azokat a munkákat, azokat a munkalehetőséget fogják elvinni Magyarország és néhány a tudástársadalomba bekapcsolódni képtelen ország elől, amelyek még majd rendelkezésre állnak. Az előadásom második részében azt szeretném illusztrálni, hogy kitartó, tudományosan megalapozott fejlesztéssel lehet javítani az eredményeken, és mindenek előtt itt bemutatnám a lengyel példát. Ugyanazt az ábrát megtartottam, amit Magyarországra már bemutattam, ott van a háttérrel szaggatott vonallal az az ábra, amit Magyarországra megmutattam, és a vastag vonallal pedig a lengyel eredményeket tüntettem fel. Azt látjuk, hogy a 2000-es PISA méréseken még Lengyelország nagyjából abban a helyzetben volt, mint Magyarország, vagy egy kicsit gyengébbek voltak az eredmények, mint a miénk, és Lengyelország egy egész más pályát futott be. 2012-es méréseken Lengyelország már ott van a csúcson, Magyarország pedig hát ott van a lista végén. Lehet változtatni az eredményeken, Lengyelországon kívül még egy tucat olyan országot tudunk mondani, amelyik nagyon rövid idő alatt nagyon sokat változtatott az eredményén. Nézzük, hogy mit tudnánk mi Magyarországon tenni. Két példát választok ki, ahogy említettem már, két egészen különböző műfajú beavatkozás. Az egyik az a projekt, amit úgy nevezünk, hogy az utca matematikája. Maga a történet Brazíliában kezdődött, amerikai matematika tanítás kutatók észrevették, hogy a brazil utca gyerekek, akik egyébként iskolázatlanok voltak, hát nagyon rossz körülmények között éltek, de olyan bonyolult matematikai trükköket végeztek a turistákkal, amelyel hát valahogy az angol pénzüket nagyon gyorsan elnyerték. Fölváltották a pénzt, odaadták, visszaadták, és szinte követhetetlen módon végül is jelentős haszonra tettek szert. A matematika tanítás kutatóknak az volt a kérdésük, hogy hogy lehetséges az, hogy ezeket a gyerekeket beküldik az iskolába, rendre megbuknak, ott pedig a gyakorlati kontextusban hihetetlen bonyolult absztrakciós szintet és nagyon gyors műveletvégzést igénylő matematikai műveleteket végeztek.
Na hát ebből aztán egy hosszú kísérlet sorozat kezdődött, amit braziliai és amerikai kutatók végül is egy kötetben publikáltak, aminek a vezető kutatója Terezinha Nunes volt, aki aztán később az Oxford Egyetem professzora lett, és ebben a kötetben jelentették meg a munkáikat, amit nekem sikerült éppen a megjelenésének az évében megszerezni, és magát ezt az anyagot is a képzésünk anyagává tettem. A mi pedagógiai értékelési szakértőnkre, nagyon sok szakértő képzésünkre nagyon sok gyakorló pedagógus jár, meg lennék lepve, hogy nem lennének olyanok, akik nálunk pedagógiai értékelési szakértő szakon végeztek. És ilyenkor hát szakdolgozat témaként felszoktam kínálni olyan témákat, amelyek szerintem érdekesek. Két kollégánk, a Békési iskolában tanító két kollégánk beleszeretett ebbe a témába, odaadtam nekik a könyvet, lefordították és azt mondták, hogy ők ezt kidolgozzák akkor a saját iskolai helyzetükre. Egy olyan iskolában, ahol a roma tanulók aránya több mint 70% volt, ráismertek arra, hogy nekik valahogy ez megoldást jelent, és kidolgozták a saját helyzetükre az utca matematikája programot. Most én nem a statisztikákat mutatnám be, hanem a Magyar Televíziónak a Fogadóra című filmjéből mutatnék be néhány képet, és ezekkel a képekkel illusztrálnám azt, hogy mit tettek ezekben az iskolákban a kollégák. Hát megírták a szakdolgozatot két kolléganő, és annyira beleszerettek a témába, hogy aztán később a szakdolgozatukon túl folytatták ezt a programot, és az egész alsó tagozatban kidolgozták a matematikát ebben a stílusban. Hát többek között a környezetben található eszközöket használták fel, ismerős tárgyakkal kezdték el a gyerekeket matematikára tanítani, ismerős tárgyakkal különböző manipulációt végeztek, tehát a nagyon konkrét megfogható dolgokkal kezdték, és abba ágyazták be a matematikai műveleteket, különböző szituációkat, itt látjuk, hogy a bevásárlás szituációját játsszák a gyerekek, és lehozogják fizikailag, eljátsszák a szituációt, amiben oda-vissza kell a matematikai műveleteket végezni, úgyhogy nem is tudják, hogy matematikáról van szó. Itt például a halmaz műveleteket tanulják, több-kevesebb, ott a hula-hop karikába beleállnak a gyerekek, és így lejátsszák, hogy több-kevesebb, és hogyan történnek a dolgok. Az egyik kolléganőnk Vári Lászlóné volt, aki megírta a szakdolgozatát, és utána ezt a munkáját publikálta az Iskola Kultúra című folyóiratban. Ha most táblázatokat akarnék mutatni, akkor ebből a publikációból tenném meg, de ezt mindenki megtalálja a netről letöltött módon. Majd az Iskola Kultúra 2001-12-es számában, és Tóth János még kollégánk pedig megírta a másik részét a tanulmánynak, az utca matematikáját, ahol a cigány és nem cigány tanulók iskolai és hétköznapi matematika tudását hasonlította össze. Profi kutatókká értek a kollégáim, nagyon büszkék vagyunk rájuk, és tulajdonképpen mi is felfedeztük azt, ami a finn tanárképzésnek az alapja. Finnországban a tanárképzést úgy nevezik, hogy kutatás alapú tanárképzés, aminek az a lényege, hogy a tanárokból, tanítókból kutatókat képeznek, akik bemennek az iskolába, és minden tanév számukra egy kutatási projekt, amely projektben azt nézik meg, hogy hogyan tudnák évről évre az új tudás bepumpálásával az eredményeiket javítani. Hát ez legyen az én ide vonatkozó prezentációmnak is a záróképe, ami a MTV felvételnek is a záróképe. Megkérdezték ezt a bájos cigány kislányt, hogy melyik a kedvenc tantárgyad, és akkor azt mondta, hogy hát a matematika. Ugye megállt a mikrofon a levegőben, hogy mi az, hogy matematika, szinte nem is tudott a riporter szóhoz jutni, és kérdezte, hogy de miért? És akkor azt mondja ez a kislány, hogy mert az olyan könnyű. Tehát a matematikát is lehet könnyűvé tenni és könnyen tanítani. A tudástranszfer azonban folytatódott, és ez a másik ága a gondolatmenetnek, hogy mit tehet egy egyetemi kutatócsoport, miután látta, hogy a működőképes tudást be lehet hozni az országba. Terezinha Nunessel egy ideje együtt dolgozunk különböző programokban, a 2013-as pedagógiai értékelési konferenciának az egyik meghívott előadója volt, lelkes támogatója a magyarországi matematika tanítás ügyének, annyira, hogy részt vett a mi új programunk elméleti alapjainak az előkészítésében, ez pedig a matematika diagnosztikus mérésének a tartalmi kereteit jelenti. A könyv, aminek a borítóját bemutattam, három fejezetben foglalja össze a matematika tudásszín mérésének a lényegét, és az első
fejezetnek a társszerzője volt Terezin Janolász. A könyv ugyancsak PDF formátumban letölthető a netről. Amit szeretnék újra és újra elmondani, hogy a fejlesztéshez tudományosan megalapozott tudás kell, és hát ez a mi dolgunk, hogy ezt a tudást bevigyük a rendszerbe, és a projekt, amiről másodikként szeretnék beszélni, az pont erről szól. Egy online diagnosztikus értékelés rendszert dolgozunk ki a korai fejlesztés támogatására. A dolognak az a lényege, hogy egy olyan online interneten elérhető rendszert készítsünk, amellyel folyamatosan mérni tudjuk a gyerekek tudását, és ezzel meg tudjuk akadályozni a lemaradásokat, hiszen nagyon korán be lehet avatkozni. Az egyik jelmondat, amit a projektünk élére teszünk, az egy Galilei idézet, miszerint mérd meg, ami mérhető, és tedd mérhetővé, ami nem az. Itt a korai fejlesztésben nagyon sok olyan terület van, ami ma még nem mérhető, de nekünk mérhetővé, láthatóvá kell tenni, többek között a szövegértés alapkészségeit, a szövegértés a szükséges előfeltételeket, és hasonlóképpen a matematika mérésnek az előfeltételeit is. Ugyanis, mint a másik idézet illusztrálja, amit nem tudunk megmérni, azon nagyon nehéz javítani. Erre a két alapelvre az IKT eszközök felhasználásával építjük fel ezt a diagnosztikus rendszert, amelynek a fő adatait itt látják. Amiről nem fogok tudni most beszélni, azt mind megtalálják a projektünk honlapján. Az elektronikus diagnosztikának a rövidítés az a bizonyos e-dia, és az e-dia.hu honlapon mindent megtalálnak a projektről. Többek között ott a bekeretezett helyen látnak egy linket, ami a demo teszteinkre utal, bárki megnézhet és megoldhatja ezeket a teszteket. A projekt eddigi fő eredményei az elméleti tervező munkán keresztül egy új elektronikus platform felépítéséig vezetett. Ezt az elektronikus platformot feltöltjük feladatokkal. Gyakorló pedagógusok vesznek részt nagyrészt a feladat írásában. Több mint 300 pedagógus kollégát képeztünk ki arra, hogy miképpen kell ebbe a diagnosztikus rendszerbe feladatot írni. És tízezres nagyságrendű feladattal töltjük fel ezt a rendszert. Annyi feladatunk lesz, hogy szinte minden fontos elemét az első 6 évfolyamban a tudásnak fel lehet mérni, és hát a projekt keretében feltérképezzük a korai fejlesztés lehetőségeit is. A három fő területünk a szövegértés, a matematika és a természettudomány. Ahogy a matematikával az előbb már bemutattam, külföldi szakértőket, az adott terület vezető szakértőit vonjuk be abba, hogy segítsenek értelmezni, hogy azokon a területeken a kora gyermekkorban, vagy iskola kezdőszakaszában mit érdemes, mit kell mérni. A diagnosztikus rendszer fő jellemzői, mint már említettem, három fő területre dolgoztuk ki. Az első 6 évfolyamra készül egy központi szerveren feladatbankok tudnak tetszőleges időpontban a világ bármely pontjáról hozzá lehet férni, és az eredmények azonnali visszajelzésére képes ez a rendszer. A világ bármely pontja, ez a szószoros értelmében a világ bármely pontját jelenti. Bármely utazom a világban, mindig kipróbálom a demo teszteinket, hogy működik-e. Még nem találtam olyan helyet, ahonnan ne működött volna megfelelő internet kapcsolattal. Ez a világ bármely pontja persze elsősorban számunkra a Kárpát-medencét jelzi. Itt szeretném megemlíteni, hogy a Vajdaságból, illetve a Felvidékről is számos partneriskolánk van. A Vajdaságból körülbelül 30 iskola fog bekapcsolódni ebbe a munkába, talán már szeptembertől. Ennek a rendszernek a további fejlesztése a következő évek munkája lesz. Most szeptemberben beregisztráljuk a rendszerbe azokat a gyerekeket, akiket már 6 éven keresztül kísérletüzemmódban fogunk követni. Ez lehetővé teszi azt, hogy a követéses vizsgálattal megnézzük azt, hogy ha folyamatosan mérjük a gyerekeket, akkor elsőtől hatodikig hova jutnak el, milyen szintet érnek el 6 év alatt, és akkor így a longitudinális normákat összehasonlító adatokat ki tudjuk nyerni a rendszerből. Visszajelző rendszereket dolgozunk ki, amelyek már nem csak azonnal mutatják meg azt, hogy ezen a teszten a tanuló hány pontot ért el, hanem különböző kontextusban tudjuk beletenni az osztályba, az iskolába, a tankerületben, a régióban és az országos viszonyítási pontok is rendelkezésünkre állnak, és már megkezdtük azokat a kísérleteket, amelyek a fejlesztést fogják segíteni. Tehát ha a rendszer jelzi, hogy valamelyik gyerek valamelyik területen lemaradt, akkor rögtön valamilyen fejlesztő online tevékenységet fog felkínálni.
A rendszeres méréseknek lesz majd néhány alappontja, a kísérleti iskolákban azt várjuk el, hogy elvégezzük a méréseket az év elején, az év végén, és ha ezen túl szeretnék még a rendszert használni, akkor bármilyen időpontban a gyerekeket tesztelhetjük. Tankerületekkel, iskolákkal építettük ki az együttműködést. Itt a tankerületeket mutatnám be Magyarország térképén. A színkód azt jelzi, hogy az adott tankerület iskoláinak hány százaléka kapcsolódott be a vizsgálatokban. Pillanatnyilag több mint 500 kísérleti iskolánk van, ami azt jelenti, hogy nagyjából az iskoláknak egy ötöde már a partneriskolai hálózatunkba bekapcsolódott. Ha összehasonlítjuk azt, hogy a teljes magyar népesség 6. évfolyamon és a kísérleti iskolai népessége hogyan teljesít a kompetencia mérésekben, akkor azt látjuk, hogy közel arányosan fedtük le a teljesítményskálát, azonban a továbbiakban szeretnénk az alsó teljesítmény spektrumra koncentrálni. Itt látjuk, hogy Science Slam szerint ezeken a szinteken az iskoláknak hány százaléka áll. Ezeket az iskolákat, amely 100-150 leggyengébb iskolát jelenti, szeretnénk mindenkit a rendszerünkben üdvözölni szeptembertől. Az online rendszernek lesz néhány mérhető hatása. Tudjuk ugye azt, hogy a 2010-es EU célok között szerepelt a gyengén teljesítő arányának a csökkentése, a 2020-as célok között pedig a korai iskolaelhagyók számának a csökkentése, mind a két célt szeretnénk megvalósítani. Tudom, hogy nagyon gyorsan és röviden kellett végig szaladom ezen a programon, mint ahogy az előbbi MTV videó is fent van a YouTube-on, a mi projektünkről is van egy összefoglaló videó, ami YouTube-on megtekinthető, és már csak így az maradt hátra számomra, hogy összegezem mondandómat, aminek a lényege az, hogy a magyar oktatási rendszer egyik legnagyobb problémája a gyengén teljesítő magas aránya. Ez egyébként az egyik legjelentősebb fejlesztési potenciál is, hiszen hihetetlen tartalék van a gyengén teljesítőkben. A hátrányos helyzetű tanulók sajnos ma még keveset profitálnak a közoktatás áldásaiból, és nagyon sok tehetség elvész a kibontakoztatású társadalmi érdek, mindannyiunk érdeke. És a problémák megoldásához, amint azt már említettem, több tudásra van szükség, és a pedagógusok munkájának a támogatásához több eszközre van szükség. Nem elég az, hogy felvessük a problémát, és arra kérjük őket, hogy javítsák a munkájuk eredményét, hanem a megfelelő eszközökkel is el kell látnunk őket, ahogy erre az előbbiekben néhány példát mutattam be. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!